Mindenki Akadémiája színpadán Kis Orchidea Edit, pszichológus. Mindig is érdekelt, hogy az emberek milyen szerepeket játszanak a valóságban, milyen emberi játszmákat játszanak le, és szerintem ez sokkal izgalmasabb kérdés a kiterjesztett valóságunkban, a virtuális valóságokban. Azért lettem pszichológus, hogy erről minél többet megtudhassak. Vajon miként viszonyul az ember a virtuális térhez? Hogyan hat ránk a folyamatos online jelenlét? Miként válhat felhasználóbaráttá egy weboldal? És mi a pszichológiai háttere mindezeknek? Kis Orchideát ezek a kérdések 14 éves kora óta foglalkoztatják. Miután Erdélyben elvégezte a tanítóképző főiskolát, majd a pszichológia szakot, Budapestre költözött, hogy a Műszaki Egyetem égisze alatt behatóbban kutassa a témát. Amikor én ezt a képzést végeztem, akkor kezdtük használni az első mobiltelefonokat. És akkor kezdtünk először asztali számítógépeken igazából dolgozatokat írni. Azt gondoltam, hogy a felhasználók fejében óriási kavalkád van azzal kapcsolatban, hogy mi történik odabent, amikor ők a szoftvereikkel dolgoznak. És érdekesnek tűnt ezt kutatni. A Budapesti Műszaki Egyetem után az Eötvös Loránd Tudományegyetemre került, itt kezdett el oktatni is, amelyet a folyamatos kutató munka ellenére sem hanyagol el. Kis Orchidea ugyanis azt élvezi a leginkább, amikor a pszichológia és a pedagógia szakon tanultakat egyszerre kamatoztathatja. Az először a hagyományos környezetben az ergonómiáját foglalkoztunk, mai hallgatóan pedig megnéztük a virtuális tereknek az ergonómiáját. Használhatósági kérdésekről lesz szó, hogyan használjuk biztonságosan, komfortosan és hatékonyan a virtuális tereket. Az egyik legmeghatározóbb pillanat az mindig az, amikor én a hallgatóimnak megköszönöm fél év végén, hogy mennyi mindenre tanítottak. Legalább annyit tanul az ember a hallgatóitól, mint amennyit ő maga át tud adni. Úgyhogy ez egy nagyon erős oda-vissza kapcsolatot jelent a hallgatókkal. Ennek tükrében nem meglepő, hogy Orchidea nem tartja magát igazán szigorú tanárnak. Szerinte a hallgatók figyelmét másként is fel lehet kelteni. Kevésbé hiszek a jegyeknek a minősítő erejében, mint abban, hogy nagyon jó elbeszélgetni egy témáról. Hogy meg lehet fogni minden hallgatót az adott témában valamivel, valamilyen kérdéskörrel. Az interaktív órák hatását felbecsülhetetlennek tartja. Azt, amit a hallgató tényleg maga tapasztal meg, maga csinál meg, maga gyűjt össze, maga dolgoz ki, szerintem az vezet leginkább ahhoz az erős tudáshoz, ami szerint a gyakorlati életben jól tud hasznosulni, vagy akár a kutatói létében. Az interaktivitás az már tényleg alapvető szükséglete a különböző fiatalabb generációknak. Gondolták-e volna, hogy már 1998-ban azt jósolták, hogy a plázák meg fognak szűnni, és a legtöbb vásárlásunkat online térben fogjuk végrehajtani. A következő 20 percben arról fogok beszélni, hogy milyen motivációk vannak amögött, hogy mi online vásároljunk. Kis Orchidea imád olvasni. Fiatalkora óta rajong a klasszikus irodalomért. A Mester és Margarita például az egyik legmeghatározóbb könyvélménye. Tekintve, hogy évtizedek óta kutatja a virtuális világ pszichológiáját, felmerül a kérdés, hogy vajon e-bookot vagy papíralapú könyvet ragad szívesebben. Mind a kettőt tudom szeretni. Tehát meglepő módon, amikor az első e-bookomat elolvastam, akkor teljesen meglepett az, hogy mennyire kényelmes az olvasása. Tehát én először ragaszkodtam a könyvekhez, imádom az illatokat ugyanis. Amikor ugye a vonaton áll az ember, villamoson utazik és cipeli az óriási terheket a vállán, akkor igenis elgondolkodik azon, hogy mennyivel könnyebb lenne az élete, hogyha akár a mobiltelefonján, vagy akármilyen olvasón el tudná olvasni a kedvenc könyvét. Úgyhogy amikor először megtettem ezt, akkor rádöbbentem arra, hogy igen, lehetséges, és igen, mennyi kényelmesebb és valóban teljesen olvasható a könyv, amit én a felületemen végigpörgetek. Orchidea a Dunakeszin él. Amikor szeretne lelassulni és elmerülni a gondolataiban, a Duna partra megy sétálni. Az ilyen pillanatok arra is ideálisak, hogy befelé figyeljen. Én úgy gondolom, hogy a karrieremnek egy nagyon szép íve volt, olyan szempontból, hogy kezdtem egy tanítóképzővel, ahol megtanítottak tanítani. Aztán folytattam a pszichológiával,
amelyik megtanított jobban megismerni azokat, akiket taníthatok meg saját magamat is. Aztán folytatódott az ember számítógép interakciókkal és a virtuális világokkal, és az, hogy a műszaki egyetemre kerültem, aztán visszakerültem a pszichológusok közé, és aztán elkerültem a környezetpszichológia tanszékre, ahol tanulhattam egy kis gazdaságpszichológiát is, így vált minden lehetségessé. Tehát így jutottam oda, hogy az online vásárlásnak a pszichológiai hátterével tudtam foglalkozni. A színpadon Kis Orchidea Edit pszichológus, és témája élményszerzés és motiváció az online vásárlási térben. A komputerizáció jelenségéből fakadóan nagyon sokat tanulmányozták az ember-számítógép kapcsolatát. Kezdetben azt, hogy mi szeressük használni a számítógépeket, szeressük használni a virtuális környezeteket, a használhatóság kérdéskörével kezdtek foglalkozni a szakemberek. A használhatóság kérdésköre az azt jelenti, hogy keressük annak a módját, hogy mitől érezhetjük azt, hogy hatékonyan, komfortosan és biztonságérzettel tudjuk használni ezeket a világokat. Kezdetben tehát a használhatóság kérdéskörével foglalkoztak, számos tervezési irányelv született arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet ismertebbé tenni a számítógépes környezetet az emberek számára. Nagyon sok olyan metaforát használtak például a tervezőmérnökök, amelyek segítségével mi a fizikai környezetben lévő tudásunkat tudjuk használni virtuális környezetekben. Azonban az ember számítógép kapcsolatában nem csak az a fontos, hogy mi használhatóságot tapasztaljunk meg, hanem rájöttek arra, hogy az emberek, a felhasználók számára az is erős motiváló erő, hogyha ők élményeket szereznek, miközben a számítógépes világgal kapcsolatba lépnek. A virtuális valóságokkal való kapcsolatunk, a számítógépekkel való kapcsolatunk kattintás alapú tevékenység, azaz mi kattintunk, és valahogy az a felület válaszolni fog a mi kattintásunkra. Az előbb említettem ezt a használhatósági szempontot, ez azért vált fontossá, mert kezdetben úgy gondolták, hogy a felhasználók főképp azért mennek a webes felületekre, hogy információt szerezzenek. Meg is jelent egy olyan elmélet, amit úgy hívnak, hogy az információkeresés táplálékkutatási elmélete, azaz azt feltételezték, hogy a webben pont úgy viselkedünk, akár az állatvilágban az állatok, hogy nyomokat keresünk arra vonatkozólag, hogy hol lehet a legkevésbé erőfeszítéssel a legtöbb információt kinyerni a webes tartalmakból. Tehát ez az információ keresés evolúciós táplálékkutatási elmélete azt mondta, hogy mi, hogyha úgy érezzük, hogy a webben egy nyom segítségével gyorsabban tudunk hasznos információkra rákeresni, akkor azokat a nyomokat végig fogjuk követni, és megpróbáljuk a legoptimálisabb útvonalat megkeresni a magunk számára. Azonban a használhatóságnak a megtámogatásán túl rájöttek tényleg arra, hogy a felhasználók szórakozni szeretnének, élményeket akarnak szerezni abban a pillanatban, amikor a virtuális valóságokkal kapcsolatba lépnek. Éppen ezért kérdéssé vált, hogy milyen érzéseket, milyen érzelmeket élünk át közben. Ezek többnyire nem tudatosítható reakciók a virtuális valóságokkal szemben. Tehát a felhasználói élményalkotás szintén egy fontos szempontja annak, hogy hogyan tervezzük meg ezeket a felhasználói felületeket. És egy utolsó szempont az az, hogy az az élménye a felhasználónak, hogy miközben ezekkel a tartalmakkal interakcióba lép, mozgásos tevékenységet hajt végre. Nagyon sok kutatás ugyanis igazolta, hogy a felhasználók úgy érzik, mintha abban a környezetben igenis haladnának, éppen ezért a hétköznapi valós környezetünkben való szokásaink alapján próbálták ezeket megtervezni. Korábban tehát az volt a feltételezésünk, hogy a webes felületeket információvadászat célból használjuk. Azonban az utóbbi években egyre inkább rádöbbentünk arra, hogy a felhasználóink élményeket is szeretnének szerezni, ezért megjelent a prosumernek a fogalma, ami a fogyasztásból, és ugyanakkor a felhasználásból születik, azaz a mi fogyasztóink, a mi felhasználóink nem csak tartalmakat élveznek, tartalmakat olvasnak, információ után vadásznak, hanem információt is termelnek. A Web2-es világában ugyanis a felhasználók elkezdtek tartalmakat termelni, és az arra való kommenteket, reakciókat folyamatosan figyelik.
Azt, hogy élményszerzés is egyben ez az interaktív tevékenység, azt azzal tudnám alátámasztani, hogy a felületekkel való interakció során valóban mi érzelmeket is át szoktunk élni. Nézzünk pár ilyen érdekes kutatást. Az egyik kutatás például igazolta azt, hogy egyszerű rendszer üzenetekre is érzelmeket kezdünk átélni. Például egy adatbevitellel kapcsolatos pozitív megerősítő üzenetre megnövekszik az érzelmi árózás szintünk, és valóban valamilyen pozitív töltető érzelmet fogunk átélni. Amennyiben a rendszer azt üzeni nekünk, hogy valamit hibáztunk, akkor ezzel kapcsolatban valamilyen kellemetlen élményt fogunk megélni. A Google csapatának a 10 tervezési irányelve is arról szól, hogy legyünk barátságosak a felhasználóinkkal. Fogalmazzunk úgy, mintha szomszédai lennénk. Tehát legyen nagyon egyszerű, tömör és barátságos mindaz az üzenet, amit közlünk a felhasználóinkkal. Éppen azért, mert úgy tűnik, hogy ezek a virtuális környezetek, ezek a felületek érzelmeket tudnak belőlünk kiváltani, tehát legyenek pozitív megfogalmazásúak a rendszerüzenetek, legyenek lelkesítőek, és hát valóban, amikor például csetelünk, akkor tudatosuljon bennünk az, hogy ezek a határozott magatartási formák, határozott verbális szavak, ezek valóban azt üzenik a másik oldalon ülő felhasználók számára, hogy netán kevésbé vagyunk lelkesek különböző kérdésekkel szemben. Térjünk át az online vásárlásra. Korábban a közgazdaságtan úgy gondolta, hogy homo economicusként mi nagyon racionálisan döntünk, amikor vásárlunk. Azaz minden információt alaposan feldolgozunk, minden termékkel kapcsolatos információt rangsorolunk. Tehát alaposan feldolgozzuk a termékkel kapcsolatos információinkat, és optimálisan döntünk. Korábban ez volt a közgazdaságtannak a felfogása. Később azonban rájöttek arra, hogy a felhasználók, illetve a vásárlók nem csak racionálisan döntenek, amikor például online vásárolnak, hanem valóban nagyon sok olyan motiváció szól bele a választásaikba, amelyek inkább hedonisták. Azaz a felhasználóink szeretnek szórakozni, szeretnek élményt gyűjteni, tehát azt látható, hogy ez a homo economicus, ez valójában talán homo sapiens economicus, azaz mi nem racionális szempontból válunk nagyon bölcs vásárlónká, hanem azáltal, hogy részben racionálisak vagyunk, de részben törődünk azzal is, hogy hogyan érezzük magunkat a vásárlás közben. Olyan haszonelvű motivációkat soroltak föl, mint a kedvezményes árak, a kényelem, az idő megtakarítás, ezek mind haszonelvű motivációk. Azonban, hogyha hedonistán vásárlunk, akkor milyen további motivációk kerülnek a középpontba? Szeretnék élvezetet átélni, szeretnénk élményt szerezni saját magamnak. Azonban a pszichológiai és a szubjektív jóllétünk, amiben beletartozik a boldogság érzetünk, az sokkal több annál, mint az, hogy mi hedonistán élvezzük a termékek által nyújtott élvezeteket. Rájöttek arra ugyanis, hogy hosszú távon azt tesz bennünket boldoggá, hogyha olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat vásárolunk, amelyek élményekhez juttatnak bennünket. Ezeket hívták eudaimonikus értékeknek, eudaimonikus motivációknak. Azaz néha az interneten olyan termékeket, szolgáltatásokat is vásárolhatunk, amelyek tényleg élményekhez juttatnak bennünket. Előzetes kutatások azt igazolták, hogy akik ritkábban vásárolnak online, azokat inkább a hedonista motivációk jellemeznek. És minél gyakrabban vásárol valaki online, minél több időt tölt online vásárlással, egyre inkább hangsúlyosabbá válnak a haszonelvű értékek, haszonelvű motivációk. Feltevődik a kérdés, hogy vajon a tapasztalat szerepe nem tesz bennünket racionálisabbá a termékvásárlás során. Kutatások kicsit megerősítették azt, hogy valóban a tapasztalat szerepe ebbe belejátszik. Tehát amikor mi már tapasztalatot szerzünk az online vásárlással, akkor már nem hirtelen döntünk termékekről, hogy ó, itt van ez is, ott van ez is, hanem haszonelvű motivációk kezdenek jelentkezni. Nézd csak, ez olcsóbb, nézd csak, ez jobban megéri, ó, itt alkudozni is lehet. Tehát a tapasztalat szerzéssel a haszonelvű értékek egyre dominánsabbaká válnak a vásárlásaink során. Miért is vásárolunk online? Hát részben, akkor, amikor megkértük a fogyasztóinkat a saját kutatásunkban, hogy rangsorolják, milyen motivációk dominálnak akkor, amikor ők termékeket vásárolnak ebben a virtuális térben, rangsoroltattuk ezeket a motivációkat, és nagyon érdekes eredményt kaptunk.
az előzőekben elmondottakhoz képest kevésbé izgalmas, megerősítette azt a fajta feltételezésünket, hogy valóban a legpreferáltabb motivációk azok mind haszonelvűek voltak. Ezeket követték az eudaimonikus értékek, azaz azért is vásárolunk online, mert ritkább termékeket tudunk megvásárolni. Mert el tudjuk hozatni őket távoli országokból olyan termékeket, amelyek itthon nem megvásárolhatóak. És utoljára voltak hangsúlyozva hedonista értékek, azaz azért, mert izgalmas, szórakoztató, mert telepakolhatom a kosaramat különböző értékekkel, szórakozni szeretnék. Ezeket rangsorolták az utolsó helyre a saját vizsgálati személyeink. Különböző szerzők megpróbálták a vásárlókat csoportokra bontani, csoportosítani. Milyen típusú vásárlók vannak online? Azt találták, hogy az online vásárlók között mindig vannak olyanok, akik apatikus vásárlóknak mondhatók. Az apatikus vásárlókat nagyon alacsony szintű motiváció jellemzi. Tehát többnyire, ha szükséges, akkor mennek az online boltokban, és nem adnak jó értékeléseket az online boltokra. Valós helyzetben szeretnek, valós áruházakban szeretnek vásárolni, és ezért hívjuk őket apatikus vásárlóknak. Mellette ott vannak a törzsvásárlók. A törzsvásárlókat kiderült, hogy az motiválja leginkább, hogy kedvezményesen tudjanak vásárolni. Tehát kifejezetten a haszonelvű motivációk jellemzik a törzsvásárlókat. Őket követi a jó üzletkereső vásárlói típus. Őket is inkább az alkuknak a lehetőség, az, hogy lehet alkudozni, az, hogy lehet licitálni termékekre, az, hogy valóban kedvezményesek legyenek az árak. Azonban őket az különbözteti meg a törzsvásárlók, hogy szeretnek alkudozni, szeretnek licitálni. Ehhez képest a lelkes vásárlók azok, akiknél a motivációs szint a legmagasabb volt. Magasan jellemezte őket a haszonelvű motiváció, hedonista motivációk és az eudaimonikus motivációk egyaránt. Tehát ők azért voltak lelkesek, mert élményt is szerettek volna szerezni, és keresték a kedvezményes árakat is. Tehát mindenféle szempontból nagyon motiváltak voltak arra, hogy online vásároljanak. Aztán az önmegvalósító vásárlók, őrájuk az volt inkább a jellemző, hogy kifejezetten az eudaimonikus motivációk motiválták őket a vásárlásra, tehát akkor mentek online boltokba, amikor olyan termékek után kerestek, melyek révén megvalósíthatták saját magukat. Például veszek egy gitárt azért, mert én szeretnék tudni gitározni. Az online térben sajátos, tipikus online vásárlói csoportokat azonosítottak, ezek a következőek voltak. Ott voltak az íkirakat nézegetők. Mit szoktunk csinálni a valós térben? Hát nagyon szívesen nézegetünk irakatokat, akkor is, hogyha nem vásárlunk. Létezik az online térben is íkirakat nézegető vásárló. Ezeket a vásárlókat az jellemző, hogy kifejezetten hedonisták. Nézegetnek alternatívákat, elképzelik, hogy milyen ruha illene a legjobban bizonyos eseményekhez. Pozitív élményeket akarnak megélni. Ehhez képest az interaktív vásárlók már sokkal tudatosabb vásárlók. Megnézik ők is a különböző lehetőségeket, de azért, hogy felépítsenek maguk számára egy élményszerző, ám viszonylag kedvezményes választást. Megnézik az árakat, megnézik az alkú lehetőségeket, megnézik a liciteket, de tudatosan választanak kiegészítőket is. És vannak a kockázataverzív vásárlók, őket azért hívták így ezek a szerzők, mert rájöttek arra, hogy ők iszonyatosan kockázatosnak élik meg az online térben való vásárlást, és valóban csak akkor mennek fel, amikor szükséges. Csak szükségszerű helyzetben. Ők kockázatosnak látják az online térben való vásárlást, főképp a pénz átutalás miatt, főképp a csere lehetőségek miatt, éppen ezért ők elkerülik lehetőleg az online térben való vásárlást, tipikusan hagyományos vásárlók inkább. Ha jól a kérdés, kétféle jólétről szoktunk beszélni, szubjektív jólétről és pszichológiai jólétről. A jólétet általában úgy szokták jellemezni, hogy akkor élünk meg jólétet, hogyha úgy érezzük, hogy benne van az életünkben a lehetőség az én fejlődésére, azaz tudjuk fejleszteni saját magunkat. Ha úgy érezzük, hogy van hozzáadott értékünk a társadalom számára, tehát értékesnek érezzük magunkat, továbbá akkor élünk át jól létet, hogyha
élményeket tudunk megtapasztalni az életünk során, és hogyha elkerülhetjük a negatív tapasztalatokat. Az egyik inkább a szubjektív jóléthez kapcsolódik, a másik inkább a pszichológiai jóléthez kapcsolódik. Mi a kettő között a különbség? A szubjektív jóléthez inkább az kapcsolódik, hogy szeretünk élményeket megtapasztalni, hogy azt szeretjük érezni, hogyha elkerülhetjük a negatív tapasztalatokat. A pszichológiai jóléthez inkább az kapcsolódik, hogy szeretnék kiteljesedni, szeretnék fejlődni, szeretnék hosszú távú élményeket szerezni. Látható, hogy a szubjektív jólétet általában a hedonikus összetevők mozgatják. Akkor fogok szubjektív módon jólétet átélni, hogyha én próbálok adhok módon pillanatszerű örömöt okozni magamnak. Azonban akkor fogok pszichológiai jólétet átélni, hogyha magam számára különböző élményeket tudok biztosítani hosszú távon, és azt érezhetem, hogy hosszú távon tudok fejlődni az életem során. A két különböző jóléthez, a pszichológiai jóléthez és a szubjektív jóléthez különböző termékek megvásárlása is tartozik. Kutatók azt mutatják, hogy a hedonikus vásárlás esetén főképp materiális termékeket szoktunk megvásárolni. Tehát a mi szubjektív jólétünket azáltal tudjuk biztosítani, hogy mi materiális termékeket vásárlunk. Mik a materiális termékek? Hát olyan termékek, amelyek megfoghatóak, ruházat, kozmetikai szerek, különböző, különlegesebb, de kevésbé ritka termékek, tehát akár egy számítógép, akár egy hűtőszekrény, mindaz, ami materiálisan megfogható. Az eudaimonikus vásárlás ugye az azt jelenti, hogy hosszú távú élményeket szeretnénk szerezni magunknak. Itt úgynevezett tapasztalati termékeket szoktunk inkább keresni. Melyek a tapasztalati termékek, amelyek tapasztalathoz fognak bennünket vezetni. Új tapasztalatokhoz, élményekhez, azaz többek, mint a materiális termékek. Materiális termékek a hétköznapi szükségleteinkhez kapcsolódnak, biztosítják, hogy biztonságban érezzük magunkat, biztosítják azt, hogy viszonylagos jólétben tudjunk élni. Azonban a tapasztalati termékek tapasztalatokhoz juttatnak bennünket, élményekhez juttatnak bennünket, és magasabb szintű szükségletek kielégítését tudják biztosítani. Tehát kétféle fontos motivációnk van, ami a jólét érzését biztosítja a számunkra. Az egyik a hedonikus motiváció, de az pillanatnyi örömszerzés jelent, és a másik az eudaimonikus motiváció, az azonban hosszú távú élménynek a szerzését jelenti. És különböző termékcsoportok kapcsolódnak hozzá, ugye a hedonikus vásárláshoz a materiális termékek, míg az eudaimonikus vásárláshoz a tapasztalati termékek kapcsolódnak. A kutatók rájöttek arra, hogy akiket a hedonikus motivációk motiválnak inkább a vásárlásra, azok sokkal kitettebbek az impulzív vásárlásnak. Tapasztalhatjuk is, hiszen tartozik ehhez egy nagyon fontos kiegészítő, tartoznak még hozzá egyéb regények is. Tehát ez a fajta impulzív vásárlás, ami egyébként egy egészséges, a populáció legalább felére jellemző, mi jellemzi általában véve? Az jellemzi, hogy boldogságot tud okozni. Ez egy nem tudatos, gyors döntéshozatal különböző termékek megvásárlásáról, de a kutatók igazolták azt, hogy a termékeknek a külső jellemzői váltják ki ezt a fajta impulzív vásárlást, és mind a vásárlás előtt, mind a vásárlás közben, mind pedig a vásárlás végén boldogságérzettel járnak együtt. Nem mondható el ugyanez a kényszeres vásárlásról. És miért jön ide a kényszeres vásárlás? Mert rádöbbentek arra, hogy a hedonikus motiváció kapcsolódnak a kényszeres vásárláshoz is, illetve az online tér azáltal, hogy 24 órán keresztül elérhető, azáltal, hogy biztosítja az észrevehetetlen vásárlást. Kicsit ráerősíthet arra, hogy a kényszeres vásárlók ezt a fajta vásárlási formát inkább használják. Mi jellemzi a kényszeres vásárlást az impulzív vásárláshoz képest? Az különbözteti meg, hogy feszültségérzettel jár együtt. Ha nem vásárolok, akkor feszült vagyok. Elkezdek vásárolni, elkezdem jobban érezni magam. Azonban itt nem a végeredmény számít, hogy megszereztem a terméket, hanem benne lenni a vásárlás folyamatában az érdekes. Miért? Mert a kényszeres vásárlás mögött többnyire személyiség problémák vannak. Alacsony önbecsülés például, materializmus. Mi történik? A vásárlásnak a folyamata ezt a fajta érzetet elkezdi csökkenteni. Benne vagyok, izgalmas,
Növelem az önértékelésemet. Érzem azt, hogy nagyon-nagyon optimálisan ki tudom választani a termékeket. Végig tudok vinni egy vásárlási folyamatot. Azonban, miután megérkezik a termék, sokszor a kényszeres vásárló ki sem bontja. Mert nem a termék az érdekes, hanem benne lenni a vásárlás folyamatában, és ebben a folyamatban hatékonynak érezni magunkat. Mi magunk is kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan csoportosíthatóak a vásárlóink, és azt találtuk, hogy vannak hagyományos vásárlók, akiket nem szokott motiválni az online vásárlási térben való vásárlás. Tehát nem motiválja őket, hogy észrevehetetlenül vásároljanak, és nem akarnak azonnal pozitív érzéseket átélni sem. Aztán találtunk olyan vásárlókat, akiket a termék és információ keresés motivált, ők voltak a termék és információ keresők. Nagyon magas motiváció jellemezhette őket abban, hogy ritka termékek után kutatnak. Vadásztak információkra, vadásztak termékekre, ritka, különleges termékekre. Azonban olyan motivációkban, mint hogy észrevétlenül vásároljak, vagy elkerülhessem a társas interakciót, vagy azonnal pozitív érzést szeretnék átélni, abban ők alacsony motivációs szintet mutattak. Kifejezetten a vadászat volt az izgalmas. Aztán beazonosítottuk az antiszociális termék és információ keresőinket, akik érdekes módon tényleg vadásztak, azonban nekik az is fontos volt, hogy ne vehessék őket észre. És megtaláltuk a veszélyeztetett vásárlóinkat is, akiket minden motivációban magas szint jellemzett. Őket hívtuk nem kényszeres vásárlóknak még óvatosan, de mindenképpen ők azok, akik veszélyeztetett csoportnak tűnnek, akiket valamennyi motivációs szint magasan jellemez. Miért fontos ennek a hangsúlyozása? Mert minden e-boltnak kell legyen egy olyan polícia, amivel társadalmi felelősséget vállal, azokkal szemben, akiket inkább a hedonista motivációk, az impulzív vásárlás, a kényszeres vásárlás motivál a vásárlásra, és amikor hírlevelet küldenek ki, vagy újabb termékekről szóló információkat küldenek ki, akkor ennek a tudatában kellene azt tenniük. Köszönöm szépen a figyelmet! A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.